A használt személygépkocsik piacán nem voltak nagy változások, ami az árakat illeti, ezt mondják az eladók, akik a koronavírus járvány ideje alatt átköltöztek az internetre, és főleg ott próbálták meg értékesíteni az autókat. Kevés azoknak a száma, akik a koronavírus járvány miatt letettek volna az autóvásárlásról. Erre mutattak rá az egyik legnépszerűbb autókereskedő honlap felmérései. Az oldal látogatóinak kevesebb mint 14%-a válaszolt úgy a felmérésen, hogy nem venne autót a járvány ideje alatt. Az érdeklődők kétharmada elodázta a személygépkocsi vásárlást, de nem tett le róla. A határok lezárása nem kedvezett a telephelyeknek, a piac azonban nem került veszélybe. Generálno su nisu menjali cene su ostale iste. Nabavka je postala malo teža, tako da eto trudimo se, radimo svaki dan. A rendkívüli állapot megszűnése óta egyre több vásárló jelenik meg az újvidéki autótelepeken. Követem úgy körülbelül. Nem nagyon tapasztaltam különös változást. Úgy mozognak az árak, ahogy eddig, semmi különöset nem vettem észre. A vásárlók elmondása szerint a tartományi székvárosban olcsóbban lehet használt autót beszerezni, mint például Topolyán vagy Szabadkán. Az entagunarasi Sörös Endre is egy újvidéki autóplacon vásárolta meg új 2009-es évjáratú autóját. Több mint 5000 eurót fizetett érte, az árat elfogadhatónak tartja. Visszatekintünk a múltba 10 vagy 15 évet, akkor az ugyanaz az évjáratú gépjárműjé sokkal többet kellett, több pénzt kellett kiadnunk, mint most, ahogy amit fizettünk érte. A népszerű autóértékesítő honlap adatai szerint a rendkívüli állapot bevezetését követő egy hónapban a hirdetők mindössze 7%-a engedett az árakon, de sokan emeltek is rajta. A vásárlók és a kereskedők is úgy vélik, hogy az elkerülhetetlen visszaesés ellenére sem lesznek nagy veszteségek a használt autók piacán.